Január 10-én a Népszigeti hajójavítótól érkezett lakossági bejelentés az Újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálathoz, hogy egy sérült róka estékhez fagyott. Az állatmentők kiszabadították a csapdába esett állatot, melynek farka és az egyik lába sérült. Az orvosi kezelést követően hétfőn a Rex Állatszigetre szállították rehabilitációra Fagyit, a megmenekült rókát. Fagy, kiveszed, jó? Fagyi. Ennyi. Úgy. Fagyi. Mi van, kicsi? Különleges feladatot hozott ez az idejétél, ez a hideg. Igen, Fagyi nevezetű rókánk, ő volt az első olyan rókánk, aki sikeresen, hát sikeresen idézőjelben odafagyott egy stékhez, és úgy kellett őt megmenteni. Mi lehetett az oka, hogy ő odafagyott? Tehát hogy történhet meg egy ilyen dolog? Az elsődleges orvosi vizsgálatok szerint minden rendben van vele, egészséges. Igazából ő eleve alultápláltan érkezett, már alultápláltan mentettük. Valószínűsíthető, hogy ő ilyen... hát egy kis gyengécske, vagy nem igazán sikerült neki az élelemszerzés, és lehet, hogy kiközösítették. Tehát az is lehet, hogy leüldözte őt egy másik állat ide a stégre. És hát ugye ebbe a hidegbe pár perc is elég, hogyha vizes a bundája, akkor oda tud fagyni bármihez. Milyen állapot volt, amikor megtaláltátok? Alultáplált volt, és nagyon legyengült állapot. Az sem volt biztos, hogy megmarad. Végül azért az Exopet állatorvosi rendelőben mindig ilyen vadállatos történeteknél bízhatunk, mert nagyon profik dolgoznak ott. Odafagyott a farka is, meg a lába is a stékhez. Sikerült megmenteni? A farkának a kétharmadát azt amputálni kellett. A lába, az hála Istennek, ott visszatért a vérkeringés, és most már tudja használni mind a négyet. Gyakran vannak ilyen esetek ebben a kemény hidegben? Én nem emlékszem ilyen nagyon kemény hidegre az évek során. Lehet, még fiatal vagyok, de ilyen vízimadarak mindig is voltak, tehát vízimadarak folyamatosan fagytak be. Róka nekünk, mondom, még az első volt ilyen, aki odafagyott. Ez mennyi esély van arra, hogy visszakerüljön az eredeti lakóhelyre? Majd a szakértők eldöntik. Én úgy gondolom, hogy jelenállás szerint ő egy vadasparban élhetne teljes életet, mert hogyha ő ilyen kis elesett, akkor valószínűleg a jövőtél fogja őt elvinni, hogyha nem sikerül valakinek megmentenie. Ez, van egy videófelvétel is, ahol éppen megmenti a kollégád ezt az állatot, konkrétan le kellett vésni a stégről. Igen, ez majdnem, hogy sorsot húztunk, mert ugye mi a speciális autóval úgy gondoltuk, hogy akkor viszünk le áramot és hősugárzóval, tehát ilyen hőlégfúvóval fogjuk, de aztán maradt ez a kőkorszaki módszer, amikor egy kis baltával körbevéste őt. Nem félt? Nem. Az állat? Az állat, ő félt, tehát ő menekült volna így, és mi már nem. A Rex Állatsziget a hontalan kutyák és macskák mellett más házi, illetve vadállatokat is befogad, gyógyít, ápol. Így lesz ez Fagyival is. Mi lesz a sorsa ennek a rókának? Vissza lehet helyezni a természetbe? Elvileg visszaengedhető lesz majd, úgyhogy most hozzánk kerül, egy picit megpróbáljuk őt felerősíteni, megnézni, hogyan alakul az ő rehabilitációja, és hogyha minden szerencsés, akkor vissza lesz engedve igen a természetbe. Nem ez lesz az első róka itt? Nem. Igen, most jelen pillanatban a negyedik rókánk, és ebből a négy rókából kettő olyan rókánk van, akit szeretnénk, tehát őt is majd, illetve van egy nagyobb rókánk, akit szeretnénk visszaengedni. Remélhetőleg tavasszal, amikor már jobb lesz az idő a természetbe, és két olyan rókánk van, akik a szelítségük, illetve a sérülésük miatt nem visszaengedhetőek. Az, hogy ilyen sok időt töltenek emberek között, az mennyire befolyásolja a jövőjüket majd? Én azt gondolom, hogy az ilyen felnőtt rókák esetében ez igazából nem befolyásoló tényező, tehát hogy ők kellőképpen tartanak az embertől. Nyilván ilyenkor nincs más lehetőség, mint az, hogy elviselik azt, hogy a közelükben vannak, de náluk nem okoz problémát egy ilyen egy-két hetes, egy-két hónapos fogságban tartás. Tehát ők ugyanúgy vissza fognak vadulni probléma nélkül, és ugyanúgy el fogják kerülni az embert messziről, remélhetőleg a jövőben is. A mostani tél elég kemény, mi a tapasztalatuk az állatokkal, vannak-e problémák emiatt? Én azt gondolom, hogy ez az eset is azért fordulhatott elő, mert nincsenek azért, én azt gondolom, hozzászokva ők sem ezekhez a -15-20 fokos hidegekhez.
És ezért van az, hogy esetleg több olyan bajba jutott vadon élő állat is kerül állatvédőszervezetekhez. Illetve itt a menhelyén is azt tapasztaljuk, hogy azért az így elég nehéz takarítás meg minden szempontjából. Nyilván az itt élő állatoknak, kutyáknak, cicáknak próbálunk olyan körülményeket biztosítani, hogy ebből minél kevesebbet érezzenek, de azért komoly gondot okoz. Túl vannak a szilveszteri nagy akción. Minden állat haza került? Nem, maradtak nálunk állatok. Azt hiszem, hogy egész pontosan 3 olyan kutyus van, akiért nem jelentkeztek, tehát nem került vissza az eredeti gazdához. Ők az ő esetükben már megkezdődött az állategészségügyi ellátás, ivartalanítás, van, aki már túl is van az ivartalanításon, úgyhogy új gazdit fogunk mindegyik számára keresni. Bővült az Állatsziget szolgáltatási köre, és már az Árvállatok Kórház is itt működik. Mióta? Ez néhány héttel ezelőtt nyitotta meg a kapuit, azért mondom, tehát az idézőjelben, mert hát nyilván ez egyelőre még egy pici kezdeményezés, aztán meglátjuk remélhetőleg azért a támogatásodnak köszönhető, és ki fogja nőni magát, hiszen azért ez egy komoly dolog. Jelen pillanatban hetente 3-szor van nálunk egy olyan doktornő, aki kifejezetten azoknak az állatoknak fog segíteni állatorvosi ellátásban, akiknek nincs gazdájuk, talált állatok, árvállatok, esetleg a megtalálója ideiglenes befogadásban tud segíteni, hiszen mi nem fogunk tudni minden állatot itt az Állatszigeten elhelyezni, de igyekszünk segíteni az úgy gyógykezelésüket, állategészségügyi ellátásukat, és ezzel is hozzájárulni ahhoz, hogy ők esetleg könnyebben kerüljenek majd végleges örökbefogadóhoz. Nem lehet olcsó fenntartani? Nem, így van. Egy külföldi támogatónk segítségével nyitotta meg a kapuit ez a kezdeményezés, de nyilvánvalóan ehhez azért hosszú távon biztos, hogy egyéb támogatásra is szükség lesz, pláne akkor, hogyha ezt szeretnénk még nem csak hetente 3-szor, hanem akár a hét minden napján majd működtetni.